Kedves nézőink, Székely Kinga főszervező és Csáki Barbala Deep Purple csapat kapitánya vendégeim. Sziasztok! Szia, köszöntöm a kedves nézőket! Na hát én itt nagyon szépen felkonferáltam, hogy ma hajnalban ért véget ugye a diáknapok. Én csodálom, hogy egyáltalán el tudtatok jönni. Hogyan érkeztetek ide? Hát én be kell, hogy valljam, hogy elég nehéz így 5 nap után, hát igazából az elmúlt 7 után ma is hát teljesen frissen megérkezni a stúdióba, viszont teljesen jó volt most számomra visszanézni ezt a kis hát összefoglalót, mert hogy úgy érzem, hogy akkor megérte azt a sok fáradtságot az elmúlt időszakból. Hajnalban hánykor feküdtetek? Hogy ne is kérdezzek ilyet. Hát én 9 órakor. Ajaj, te? Én 6-kor. És már hangos sincs? Nincs. De azért tudunk beszélgetni, remélem. Persze. Jó, akkor a főszervezőtől kérek szépen egy rövid értékelést. Mennyire elégedett, milyen volt a részvétel, versenyszámok, bulik hangulata, biztonság, tehát egy rövid értékelést. Én mindenképp úgy érzem, ahogy a részvők is elmondták, hogy az idei sokkal sikeresebb volt, mint a tavaly. Ugye nekem ez a második éve, mint főszervező, és per pillanat azt tudom mondani, hogy igen, határozottabban jobb volt az idei diáknapok, mint a tavaly, úgy csapat szempontjából, mint hangulat szempontjából is. Tehát jobbak voltak a csapatok is? Igen, sokkal jobb volt a hangulat, és én személy szerint, amikor a tegnap a vége fel, amikor már lejárt a teljes program a törökvágáson, és megláttam a csapatokat, hogy együtt énekelnek, és együtt érzik jól magukat, akkor én elkönnyeztem. Meghatottál? Tehát, hogy ez nagyon meghatottam, és ez nagyon-nagyon jó érzés volt. Az volt az a pillanat, amikor ugye egy nagyon nagy kő esett le a szívemről, és akkor azt mondtam, hogy igen, megérte ezt a sok fáradtságot, és ezt a sok stresszt, amit átéltem az elmúlt időszakban. És hát itt gratulálok neked, ugyebár te a nyertes csapatkapitánya volt. Na most mesélj, hogy hogyan éltétek meg az elmúlt 5 napot? Hát hogyan éltem meg a Deep Purple? És miért Deep Purple? Hát amit a hangom hosszú is tükrözi. Hosszú írás, 2 ő betűvel. Így van, igen. Pontosan. Mint a hangom is tükrözi, hát elég nehéz volt ez a pár nap, mivel hogy a mi csapatunk az szórakozás, meg teljesítés is. Ez a célunk minden évben. Utolsó 2 évben ez most össze is jött nekünk. Egy pár mondatot a csapatról. Mindenképpen mutasd be, hányan vagytok, mióta álltatok össze, hány éves a csapat? 4 éves a csapatunk, 4 éve állt össze. Első 3 évben igazából a csapattagok ugyanazok maradtak. Így szerintem könnyebb volt első 3 évben. Idén picit nehezebb, mivel hogy több mint fele csapatunknak kicserélődött. De úgy gondolom, hogy ez sem okozott hát nem nagy volt gondot. Akadály, így van. És nyertetek. Így ilyenkor, van. Hogyha új csapattagok kerülnek egy összeszokott társaságba, mi nehéz? Hú, hát szerintem a beilleszkedés legelőször. És úgy gondolom, hogy ilyen gyűléseken még annyira az újak, azok mindig csak elbújnak valamelyik sarokba, és esetleg az ismerősükkel, aki hozta őket, azokkal 2 szót váltanak, de úgy itt kiismerül a dolog. Viszont megmutatták most diáknapokor, és büszke vagyok rájuk, az összes új és régi csapattagunkra, hogy igenis be tudnak illeszkedni közénk. Na hát, gratulálok. Kinga, a következő nyertes csapatok kik voltak sorrendben? A második helyzet a Bolzendorz, illetve a harmadik a Varjú. Jaj, a Bolzendorztól vártuk Elek Ronaldot, de hát aztán úgy látszik neki, ő nem volt ilyen ügyes, mint ti, hogy ő még később feküdt valószínűleg. Milyenek voltak ők? Mivel nyerték el a tetszéseteket? Személy szerint a tegnap este, amikor összesítettem a végleges eredményeket, hát elmosolyodtam, mert hogy ugye pont ugyanez az állás volt a tavaly is, ugyanez a sorrend, a Deep Purple, Bolzendorz és Varjú. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nagyon megérdemelték ezek a csapatok, nagyon tisztességesek voltak, azt kell, hogy mondjam, mert hogy nem voltak, igen, voltak hibák. Szerintem egy ekkora rendezvényben nincs ahogy úgy megszervezni, hogy akkor ne csúszanak be kisebb-nagyobb hibák. Viszont mindegyik csapat, és itt nagyon szépen köszönöm a csapatoknak a sok türelmet, amit feláldoztak igazából a kis hibák ellen, és nagyon tisztességesek voltak, és amikor úgy volt, hogy hiba volt, akkor hát elfogadták.
Mert mi lehetett olyan nagy hiba? Hát végig hát, azért jó hangulatúra alkodott, tehát nem egy ilyen nagyon szigorú, komoly, dramaturgia szerint felépített színházi produkciókat vártatok. Jaj, persze, hogy nem. Igazából itt arra gondolok, hogy voltak késések, vagy ilyen utolsó percnél helyszínváltozások, viszont mindig megpróbáltam, ilyen a csapatkapitányoknak írtam körüzenetet. Lehet, hogy egy kicsit úgy gondolták, hogy akkor sok volt, de hogy... Te voltál a szigorú tanítónéni. Hát én mindenki próbáltam minél hamarabb szólni nekik, amikor volt bármi változás is a programban, hogy akkor valamit hamarabb kezdünk el, vagy késik egy kicsit, mert hogy ugye az is előfordult, hogy késtek bizonyos programok. Nem lehetett könnyű 56 csapatot koordinálni. Nem volt egyszerű dolog, viszont sokkal könnyebb volt nekem idén, ugye, mint második alkalommal főszervezőként. Mert már volt tapasztalatod. Igen. Meséljünk egy kicsit a zsűriről, mert nem esett szó róluk. Kik voltak, hogyan, milyen kritériumok szerint működtek ők? Hát ugye a sportoknál, illetve a kulturális rendezvényeknél nagyjából a szervezők voltak azok, akik pontoztak, illetve az ilyen különleges próbák, mint például a karaoke-nál, itt voltak meghívva a szakmabeli emberek, mivel mindenki próbáltuk tartani egy színvonalat, illetve ugye hát én személy szerint például nem értek a karaoke-hoz, és pont emiatt volt az, hogy akkor szakmabeli embereket hívjunk el, hogy minél tisztességesebbek legyünk, meg tisztességes legyen a pontozás. És ugyanez vonatkozik a többi próbára is, ahol ilyen nagyon szakmabeli dolgokról volt szó. Kíváncsi vagyok egy kicsit én erre az űr témára, ugye a nyertes csapat a Deep Purple. Végül válaszoltál arra, hogy miért lett ez a nevetek? Nem válaszoltam. Előbb erre válaszol, és aztán folytatom. Rendben. A kérdést. Hát ez elég érdekes történet, mivel hogy abban az évben, amikor alakult, ugye 4 éve, ha jól emlékszem, akkor koncertezett Kolozsváron a Deep Purple, és hát innen ered egy bulis éjszaka után, mi hazamenetekor megláttuk ezt a plakátot, és akkor úgy döntöttünk, hogy nekünk lesz egy Deep Purple csapatunk. És lett. Így van. És győzött. Jó, és akkor most jöjjön az űr volt, ugyebár az idei diáknapok témája. Benneteket ez hogyan ihletett meg, hogyan jelenítettétek meg? Hát ez igazából először ugyebár a bemutatkozón kellékek, meg a maga a témája is, ugye hát kötelezően ez is kellett legyen. Építgettünk, dolgoztunk, csészehajat csináltunk, igen, igyekeztünk. És arra is kíváncsi vagyok, hogy melyek voltak azok a versenyszámok? Mert ugye ti lettetek az elsők, ahol a legjobban alakítottatok, tehát amivel valamivel csak vittétek a pálmát. Igen, hát én személy szerint, ami engem úgymond nagyon megérint, az a kosárlabda, mivel hogy én is kosárlabdáztam, és mindig nagyon-nagyon hajtok arra, hogy ebben a versenyszámban, hát ott legyünk a top 3-ban. Tavaly idén is sikerült elsők lennünk ebben a számban. Továbbá kézilabdában is nagyon jól szerepeltünk ahhoz képest, hogy hát rengeteg lány volt a csapatban. És mivel hogy ebben a sportágban az erőlét azért úgy gondolom számít. Aztán hát igen, az ivós játékokban is remekeltünk. A kocsmajátékban. Például a támper, ami nagyon jól ment. Az micsoda? Hát ez a... Egy ritmus játék. Igen, és tanuljak én is. A bíró üt egy ritmust, és akkor körbe megy a játék, mindenki elmutogatja az ő saját jelét, illetve az előző emberkének a jelét, és akkor így mennek körbe, és aki elrontotta valamelyik jelet, hát akkor meg kell így egy megadott piát. Érdekes. Igen, ez mindig nagyon jó hangulatú játék. A szerveztünk táborban, mielőtt, mikor voltunk, akkor kipróbáltuk ugye az új szervezőkkel, hát nagyon élvezték. 2 órán keresztül nagyjából végig támpereztek. Hát akinek sikerül, az boldog, az sikerül, csak akinek nem sikerül, az meg vigasztalódik az italas. Hát mindenképpen az eredmény jó. Hát igazából az, aki elrontja, az kiesik, és a többiekkel igyanak. Jaj, igen, tehát, értem. Hogy mindenképp az a cél, hogy ugye minél tovább bírják, hogy hát ne kelljen sok alkoholt, meg igyanak. Kár, hogy nem vagyok egyetemista. Igen, így kérdezted a téma dolgot, így kiemelnék egy nagyon, hát számomra nagyon kellemes élményt. A tegnap ugye volt a bográcsozás, és az egyik csapat, az Unigáns pontosabban,
felépítettek két kis bolygót, és abban volt a kenyér, illetve a savanyú uborka, ilyen nagyon szépen fel volt építve poliesterből, ketté volt vágva, szépen belül tettek valamit, hogy ugye ne tegyék bele a kenyeret, és akkor azt úgy hozták ilyen bolygó alakba. Tehát bolygóban tálalták. Pontosan, én teljesen meghatottam, annyira jó érzés volt látni azt, hogy az tényleg egy űrbeli bogrács volt. Még mesélhettek ilyen sztorikat, téged mi fogott meg a legjobban? Ó, hát nekem nagyon tetszett például a City Tour is, ami ugye se nem sport, se nem kocsma kategória. Szerintem az is, hát volt olyan, mint a tavaly, lehet, hogy még jobb. Nekem nagyon tetszett. Igazából én most vettem először részt ebben, inkább a tavaly csak a sportokban szerepeltem. És a csapatunknak is nagyon-nagyon tetszettek a próbák. Mondj egy pár feladatot, próbáltad, olyan nézők is hallják, tudják, miről volt szó. Valami, ami izgalmasabbnak tűnt számodra. Hú, hát legizgalmasabb, hát ezek a gyűjtögetős dolgok, például, hogy dán koronát gyűjteni, hát ugye vártalicskában kellett vinni a zsűri elé az összegyűjtött dolgokat, ez is egy nagy kihívás volt, mivel hogy hát először ezt kellett beszerezni. De igen, voltak nagyon érdekes videókat is kellett készítenünk, holdra szállás, meg időjárás jelentés a Marson. Szóval minden nagyon érdekes. Ami belefért. A verseny menetét online táblázatban lehetett ugyebár követni, ez hogy működött? Igen, a diáklapoknak a weboldalán volt folyamatosan frissítve a pontszám, illetve maga a program is, illetve a Festive appon fent volt maga a teljes program. A programot azt ott lehetett nagyon könnyen elérni. Voltak-e fellebbezések, vagy nézeteltérések? Volt-e vita? Persze voltak, ez minden évben van, idén sem maradt el. Persze mindenképp azt próbáltuk, hogy minél tisztességesebbek legyünk, meg megbeszéljük a fennakadt problémákat, vagy bármilyen nézeteltérést, és mindig sikerült közös nevezőre jutni. Persze ugye fellépett a fáradtság is már az utolsó napokban is, és megesik, hogy ugye elírunk egy-két pontot, és akkor a csapatok mindig jelezték, és ők is nagyon megértőek voltak ilyen szempontból. Mert hogy ugye úgy, ahogy ők is, de mi is nagyon sokat, hát nem sokat aludtunk. És mindenki keményen megdolgozott azért. Ugye a szervezők, mint a résztvevő csapatok. A bulik hogyan sikerültek? Erről meséltek. Hát véleményem szerint nagyon-nagyon jól sikerült, és nagyon sokat dobott az idei sátra, meg a hangulaton az, hogy ugye volt padlózat. Tavé évből tanultunk, hát ugye az utolsó este az nagyon, hát egy kicsit megáztunk, meg nagyon nagy volt a sár, és akkor amiatt úgy döntöttünk, hogy már akkor idén... A tavaly, igen. És abból tanultunk, és akkor emiatt idén le lett padlózva a sátor, és az nagyon-nagyon dobott a hangulaton. Illetve én ahogy láttam, hát minden reggel... Nagyon sokan ott voltak még 5 órakor is, amikor ugye zártuk a sátrat. Biztonsági problémák voltak, vagy minden akadálymentesen? Minden akadálymentesen zajlott. Ez volt egy másik dolog, amiben nagyon kellemesen csalódtam, és nagyon-nagyon jól együtt tudtunk működni a rendőrökkel és a csendőrökkel is. Nagyon-nagyon sikeres volt idén ebből a szempontból is. Az eső, nem is tudom, nem esett olyan sokat, mint amennyire ijesztegettek, ugyebár. Habár ott a riportban az egyik résztvevő mesélte, hogy minden nap csöpörgött. Igen, úton errefele Barbival pont azt beszéltük, hogy hú, milyen szerencsések voltunk, hogy nem esett, illetve nem áztunk meg, hogy akkor most úgy érezzük, hogy így ki lehet csavarni a pólónkból a vizet. Szerintem hát szerdán, amikor ugye kimentünk a törökvágásra, akkor ugye beborult délutánra, és akkor amikor megláttuk, hogy ugye nagyon jó hangulat volt, meg a zászlók, akkor mondtuk is, hogy na jó, hát akkor ezt így kell csinálni, mert hogy biztos, hogy az időjárás ettől a hangulattól, illetve a sok zászlótól megijedt, és akkor kikerülte a törökvágást. Kinga, te ugyebár főszervező vagy, de hát a szervező csapat nem egy emberből áll. Mekkora apparátussal működtök, hogy összehozzatok azért nem egy kis rendezvény. Több ezer diákot, egyetemistát megmozgató rendezvényről van szó. Hát nagyjából olyan 100 szervező volt idén is. 100 ember. És hogyan tudtatok együttműködni? Szerintem nagyon jól az az igazság, annak ellenére, hogy 95%-ban teljesen új volt a csapat. Én nagyon kellemesen csalódtam bennük, mert hogy nagyon hamar összerázottunk. Körülbelül a március elején alakult ki a csapat, és voltak olyanok, akik ugye útközben csatlakoztak, illetve ami nagyon kellemes volt számunkra, hogy Brassóból, a diák szervezettől érkeztek szervezők, felkerestek, hogy ugye ők szeretnének jönni Kolozsvárra szervezni és segíteni a diáknapokon, mert hogy azt hallották, hogy egy nagyon nagy buli, és hogy jöhetnek-e.
és ők ugye eljöttek szervezői táborba, és ott ismerkedtünk meg jóformán egymással, de hogy hihetetlen milyen gyorsan beilleszkedtek. Én nagyon kellemesen csalódtam ilyen szempontból a teljes csapatba. Na és én arra is kíváncsi vagyok, hogy mikor kezdik a szervezők a következő diáknapok megszervezését. Hát jóformán már, amikor elkezdődik az idei diáknapok, már neki fogunk gondolkodni azon, hogy a következőn. Na jó, hát ez így van, mert hogy ugye kisebb-nagyobb gondok akadnak, hogy észreveszünk azt, hogy lehet, hogy ezt, hogyha itt csináltuk volna, akkor talán jobb lett volna, de nem baj, majd jövőre. És akkor ezek azok a dolgok, amiket mindig lejegyzünk magunknak, hogy akkor a következő az biztos, hogy a következő ne így csináljuk. És akkor minden évben jobb lesz. Igen, legalábbis mi arra törekszünk, hogy akkor legalább a tavalyi színvonalt azt tartsuk. Deep Purple jövőre is lesz? Reménykedünk, hogy a fiatal generáció tovább viszi a csapatunkat. Úgy beszélsz, mintha te már nagyon öreg lennél, de te még benne leszel? Én már nem hiszem, én sajnos most már utolsó éves vagyok, de szerintem szimpatizásként biztos, hogy részt veszek. Na mindenképpen gratulálok nektek, és hát erőt és kitartást a következő ugyanilyen csodálatos diáknapok megszervezéséhez. Köszönöm. Köszönjük szépen.